Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, a Battlefield érthetően. A mostani részben rátérünk egy kicsit a helikopterekre. Ahogy ismertek engem, alapoktól egészen komolyabb harci technikáktól, és ugye végig még mindegyiken Little Bird, Attack Chopper, továbbá még a Transport Helin is. Battlefield Bad Company 2-ben kedveltem meg nagyon. Igen jól fel lehet használni támadásoknál, illetve úgy eleve támogatónál is, és talán a legegyszerűbb megtanulni vele repülni, mert ugye egy kicsit lomha, de viszont jó trükköket lehet rajta azért végighajtani. De mint mondtam, most egyelőre egy kicsit rátérünk az alapokra, hogy mire is kellene figyelni, illetve hogy te magad hozzáállása milyen kellene legyen a helin. Mondjuk kifejezetten egy kicsit Battlefield 4-re értve. Az első lépés az, amit fejben el kellene dönts, hogy akármilyen pályára mész, ha meg akarsz tanulni helivel vezetni, akkor várd meg a helikoptert, ülj be a helikopterbe, lehet nagyon menj a szerverről, hogy gyors a járműveknek a diszponja gyakorlatilag, és várd meg a helit, ülj be a helibe, tehát makacsold meg magad. Hogy miért kérem azt, hogy makacsold meg magad? Azért, mert helivel nem olyan egyszerű játszani, mint amilyen egyszerűnek tűnik a videókban. Szóval videóban látod a gyereket, megcsinált egy 10 kill streaket, mindannyian tudjuk, hogy Battlefieldben ez hogy lehetséges. Úgyhogy egy rohadt engineernél nincs egy rohadt stinger, aki arra felé fordulna, vagy a helikopterbe is lusta beleülni az ellenfél, hogy kilőjenek jelen esetben téged. Szóval helikopter az úgy működik, hogy elmész, csinálsz egy jó strike-ot egy tanknak annyi, max két tanknak annyi, vagy mondjuk 3-4 embernek annyi, és puff, már le is lőttek, mert megunták, mert a ellenfél kommandere kivelült most valuable playernek, és vége. Ezért is kérem azt, hogy makacsold meg magad, és heli. Ülj be a helibe, gyakorolj, mert csak úgy leszel jobb. És a másik az, ami nagyon rosszul fog érinteni helikoptervezetés közben, az, hogy hihetetlenül fogja rombolni az önbizalmadat, hogy úgy mondjam, mert azt fogod gondolni, hogy ez neked nem megy, de megy, csak a játék heve, a pörgősége olyan, hogy a helikoptereket nem igazán engedi felszállni, így aztán nagyon figyelnek arra, hogy a helikopterek ne tudjanak repülni. Szóval az első lépés az makacsold meg magad és szállj be. Nekem például mostanra sikerült mondjuk úgy átfordítani a KD ratio-mat, tehát az ölés és a halálozási arányomat pozitívba, mert az elején csak helibe ültem, és meg akartam tanulni még jobban, mint ahogy tudtam Battlefield Bad Company 2 és Battlefield 3 óta. Úgyhogy, ja, ez az első lépés, hogy célszentesíti az eszköz, sokat fogsz halni az elején, de viszont oda kell tenned magad, és mindig bele kell ülnöd a helibe, és meg kell tapasztalnod azt, hogy mik azok a lehetőségek egy helikopterrel. Viszont na most a teljesen kezdőknek jönnek is segítség, az egyik leg alapvetőbb dolog, amit szeretnék tőletek kérni, ahhoz, hogy repülni megtanuljatok, hogy érzékeljétek, és hogy szinkronba hozzátok a billentyűzet és az egér kombinációkat, hogy a kezetek rájön a precízebb, finomabb mozgásra, mert sajnos a helikopter ezt megköveteli, a szinkront, hogy ezt megszokja gyakorlatilag az agyatok egy kicsit, meg hogy szinkronba hozza a kezéteket, ez a test range kellene. Test range jó, hogy megtanuljátok a repülést és megtanuljátok a lövést, úgyhogy egy kicsit most rá is térünk a videóval a test range-re. Nos, üdvözlök mindenkit a test range-en, melyik helikopterrel kezdjem, Little Bird-el fogom kezdeni, és helyből átmegyek magukon a felszállás, leszállás procedúráján is. Nagyon gyors próbálok lenni, tudom, hogy nagyon sokan repültetek már, de viszont a biztonság kedvéért, hogy aki még nem repült, aki még nem tud annyira repülni, akkor az is tanulja meg egy kicsit. Nos, helikopterbe hopp, be, felszállás, gyakorlatilag semmi más nem csinálsz egyelőre, vét megnyomott helikopter tök egyenesen felszáll, hogy elindulj egy kicsit, egy olyan 45 fokba előre megdöntöd, és amint látod, már magától repül a helikopter, de zuhan, ilyenkor egy kicsit mindig rá kell igazítani, és a vét megnyomni, amit látjátok, mindig úgy emelkedek, és abban bizonyos 45 fokos szögbe tartod a helikoptert, akkor elérsz egy egyenletes sebességet, egy egyenletes magasságban, följebb is emelheted, egy kicsit fölhúzod az órát, megint csak megdöntöd előre a helikoptert, és tatam, már is repülsz. A másik következő lényeg, jól jön, ha menekülsz,
A helikoptered hogyan gyorsul be, még jobban megdöntöd, elkezd zuhanni, és ez már eleve egy gyorsabb sebességet érsz el vele. Az első lépés, a következő lépés az, hogy gyakorlatilag fogod és megnyomod a shiftet. A shiftnek köszönhetően egy kicsit gyorsabban fog repülni az a helikopter, és ne felejtsd el tartani azt a szöget. Menekülési helyzetekben, ahogy talán arról, hogyha egy kicsit tapasztaltabb helikopteresek leszünk, akkor arról is fogunk beszélni egy következő videóban, de alapokról annyit, tehát még egyszer leszállás, igazából nagyon, bocsánat, felszállás nagyon könnyű, tehát lent van a helikoptered, egy V-t megnyomsz eleinte, ha nagyon kezdő vagy, és bedöntöd azt a helikoptert, és már is repülsz. Az, hogy magasságban tarts, ahhoz nyomva tartod a V-t gyakorlatilag, és amennyire döntöd az egeret előre vagy hátra, úgy emelkedik, illetve ereszkedik. Na, leszállásról akartam még beszélni, azt egy külső nézetben javasolt, miért külső nézetben, egy kicsit nehezebb külső nézetben leszállni, viszont ha le kell szállni a csatamezőn, látod a magad körül lévő környezetet, hogy nem-e akarnak kilőni, és sokkal nagyobb teret látsz, és le fogod tenni a helikoptert. Helikopter letétele ugye eleinte így kezdődik, ugye ilyen fura dolgokat fogtok csinálni, de nagyon egyszerű a leszállás, gyakorlatilag felhúzod a heli órát, nyomsz egy kis est, majd a vége felé lerakod, és már is lent vagy, úgyhogy, ja. Tehát még egyszer, es lefelé, felhúzod egy kicsit az órát, majd visszaereszted, és már is lent vagy, nem egy nagy vasszizdász. Ennyit a leszállás alapokról, a lövés magát a Little Bird-ön. Ha látjátok a célkeresztet, akkor javasolt az alsó vonalat nézni, akkor tudod talán legprecízebben eltalálni mozgás közben az ellenfeleket, mert mintha te mozogsz, meg hogyha az ellenfelek mozognak, akkor is célszerű a célkeresztnek az alsó vonalát nézni. Ha lebegsz, akkor van az, hogy a közepét nézed. Tehát ezek a lövés alapok. Figyeljetek arra, nem tudom, hogy ki tudja, ki nem, de nagyon fontos, hogy ha látjátok, hogy lövök mint ezerre, tehát lövök, és újra tudsz tölteni, nem mindig automatikus az újratöltés, tehát ha leütöd a újratöltés gombot, ha most látjátok, nekem 20 golyó van, leütöm az R-t, az újratöltés gombot, akármin is játszol, rögtön újra tölti azokat a bizonyos töltényeket, úgyhogy nem kell mindig full nullára kilőnöd az összes töltényt, hogy újra töltödjön a Little Bird, és akármelyik, tehát az Attack Choppernél is igaz ez, nem kell mindig mindent kilőj ahhoz, hogy újra töltsél, csak üzd le az R-t, és már is újra töltöttél. Gyakorlás Test Range-en, hogy szokjad a célzást, tehát tényleg ott kell gyakorolni ahhoz, hogy szokd a célzást, mert csatamezőn gyakorlatilag, ha annyi mindenre kell figyelni, hogy a célzás az kell legyen az utolsó, az már gyakorlatilag egy kicsit automatikus kell legyen, hogy tudjál lőni, mert közben arra figyelsz, hogy ki mér be téged, mikor kell menekülni, stb. Ennyi lett volna a Little Bird, kérem szépen. Jöjjön most egy-két Attack Chopper alap, megint csak kihangsúlyozom alapok, még mielőtt belekötnétek abba, hogy ez nem is így van. Attack Chopper beszállás ugyanaz. Attack Chopper egy kicsit lomhább, talán könnyebb vele megtanulni a dolgokat. Fölemelkedés ugyanaz, hogyha már tapasztaltabb pilóta vagy, akkor indíthatod a leszállást gyakorlatilag helyből úgy, hogy V, és már döntöd előre az egeret, és megpróbálod egy szép szinkronban tartani. Gyorsabb felszállást biztosít gyakorlatilag. Nos, ugye, tegyük fel, már tudtok egész ügyesen repülni, úgyhogy gyorsan rá is törnek az Attack Choppernél a lövés lényegére, hogy úgy mondjam. Itt is a shiftet nyomsz, begyorsul egy pillanatra, egy kicsit begyorsul a heli. Lényeges, hogy el tudsz menekülni, azért elbújni bizonyos fedezékek mögül. Helivel való támadás, hogy úgy mondjam. Ne felejtsétek el, ugye R itt is újra tölti a dolgokat. Hogy mire kell figyelni, hogyha helivel lövitek a dolgokat,
Itt is megint csak ott van a célkereszt, és ott van az a vonalacska, ami igen-igen mozogott a képernyő közepén. Na, ennek a vonalnak gyakorlatilag az alsó felét kell szintén figyelni, az a rész, ami precízen találja el az ellenfél járműveit gyakorlatilag, és ha úgy azt az alsó részt figyelitek, azzal szabályozzátok a lövést, akkor... gyakorlatilag el fogjátok találni a járműt. Ha a felső részt nézitek, akkor sokkal lejjebb lőttök, amint látjátok. De ha az alsó részt méritek be, akkor mindenképp eltaláljátok az ellenfelet. A támadásnál ugye sokan szokták elkövetni azt az hibát, hogy nagyon felemelkednek, és ezáltal ilyen nagyon-nagyon-nagyon éles szögben elkezdenek támadni. Nincs idő arra, hogy kilőd az összeset, és annyira precízen céloz, hogy nagyon-nagyon fölülről céloz. Ezért érdemes megtartani, hogy a attack chopperrel támadásba lendülsz azt a 45 fokos szöget, hogy úgy mondjam. Tehát egy kicsit fölemelkedsz, egy 45 fokos szögbe beemelkedsz, tehát behajlítod az egeret, egy ilyen 45 fokot tartasz, és amikor elérsz a célponthoz, hagyod, hogy a heli lebegjen, már nem nyomod a V-t, és akkor utána, mikor már érzed úgy, hogy kezdesz kifogyni a rakétákból, amikor már úgy érzed, hogy túl közel vagy a talajhoz, akkor újra elkezded megnyomni a V-t. Tehát, még egyszer mondom, én így szoktam csinálni, ki hogy csinálja, kinek mi a módszere sajátja, én elengedem a V-t, hagyom, hogy lebegjen, tartom a 45 fokos szöget, és lövök, és majd a végén újra ugye felengedek. Hogy miért engedem el a billentyűzetet, mert lelassul egy kicsit a heli, precízebb célzás tud megadni, viszont nem állok meg egy helybe, és nem, nehezebb célpont leszek. Az attack chopper egyébként tankok számára is az egyik legkönnyebb célpont, úgyhogy ez a basic támadás, ez a nagyon alap, és hogyha szeretnél agresszívabb, vagy egy kicsit jobban támadni, akkor igyekezz mindig a járművek háta mögött lenni, és gyakorlatilag mindig mozgásban lenni, és minél trükkösebb módon eltalálni, hogy úgy mondjam, és megnehezíteni a dolgát abban, hogy eltaláljanak téged. Nos, ennyi lett volna a helikopter nagyon alap lövések. Ha van egy lövészed a helikopteredbe, akkor lehetsz agresszívabb. Ez a legrosszabb worst case scenario, amikor egyedül vagy csinál, van egy videó arról is, fogunk beszélgetni, hogy milyen az, amikor egyedül ülsz a helibe, és mire kell vigyázz, és milyen az, amikor van melletted egy lövész, és akkor mire kell vigyázni. Na most, ennyi lett volna attack chopper dolgok, úgyhogy következzen kérem szépen az transport heli. Transport helibe be, amit el kell mondjak, és nagyon-nagyon fontos helikopter vezetésnél, te vagy a pilóta, senki nem mondja meg, hogy hogy és mit vezetsz, tehát nincs olyan, hogy kírják neked chatbe, hogy go, 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 és te mész, mert hogy gizdázni akarsz, hanem arról szól, hogy te vagy a pilóta, a biztonság, az élet a te kezedben van, hogy így fogalmazzak ilyen hülyén, és senki nem dönti a helyet, hogy mikor kell menni. Ha a helikoptered sérült, megvárod, hogy felgyógyuljon, ha nincs védelmi rendszered, megvárod, hogy legyen, és a többi, és a többi. Na most, kicsit a transport heliről is, miért jó ez? Mert nagyon jó támogató szerepet tudsz nyújtani a lövészeiddel. Ha például támadni kell bármilyen célpontot, érdemes a célpontokkal szemben lenni, hogy mind a két lövészed tudja őket lőni, és mind a két lövészedettel gyakorlatilag így effektívebb vagy. Minél egyenesebben tartod, annál jobban tudnak a lövészeid lőni. Ha csak egy lövészed van, én általában külső nézetből megdöntöm a helikoptert, látom, hogy mit lő a lövész, és mivel, hogy döntöm a helikoptert, ezért egy jobb célpontot tudok adni a lövészeimnek, illetve a lövészemnek, ha éppen egy van, és ezáltal ő is könnyebben, jobban látja a célpontokat, és olyankor egy külső nézetben megtartom oldalazva a helikoptert, és tadám, már is megy. Viszont nem mindig megengedhető ez, ha például egy házra kell támadni, és leereszkedsz, hogy a lövészeid lőjenek, akkor figyelned kell az R2-t,
Továbbá időnként külső nézetre váltasz, hogyha jön valaki, aki le akar lőni RPG-t, igen, stb. Már ott sem vagy. Szóval, Transport Harry-re így gondoljatok, nagyon jól lehet vele kísérni támadást, de meg kell adnod a lövészeidnek azt az örömöt, tehát nem te támadsz, a lövészeid támadnak, úgyhogy... meg kell nekik adni azt az örömet, hogy könnyen találják el a célpontokat. Ha kettő van, szembenézel a dolgokkal, minél stabilabban tartod. Ha egy van, érdemes oldalra fordulni, kitartani kicsit oldalra, ha már meg tudod majd csinálni időnként, és akkor már is tudsz lőni. Illetve megadni azt az örömet a lövészének, hogy könnyebben találják el a célpontokat. Na, de a Transport Heli lomha viszonylag könnyű célpont, ez itt könnyen eltalálja akárki, akármi, de megtanulni repülni talán ezzel az egyik legkönnyebb, persze én mindig a nehéz oldalával kezdem, ezért kezdtem is a Little Bird Attack Chopperrel, de ja, talán ezzel, és már hogy úgy mondjam, megvan ez is patchelve, mint hogy mindegyik helikopter bizonyos szinten, úgyhogy azért olyan könnyen már nem lehet lelőni, de még mindig elég sebezhető célpont, mint ahogy az összes heli, ezért is mondtam a videó elején, meg kell makacsolnod magad, és eleinte fogsz halni, mint az őrült, de ja, nagyjából egy idő után belejössz, ráérzel, hogy mit, hogyan, hány, merre, meddig. Na most köszönöm a figyelmet, remélem tudtam segíteni. A következő videóban azért fogunk beszélni már komolyabb ilyen harci technikákról, hogy helikopterrel hogyan tudjunk sikeresebbek lenni. Talán nem vagyok benne biztos, de talán fogom kezdeni az Attack Chopperrel, hogy milyen, amikor egyedül ülsz benne, és milyen, amikor... nem egyedül üzve, van egy lövészed, aki, és főleg egy jó lövészed, aki tud rád vigyázni, és egy kicsit megközelítjük ezt lövész szempontból is, hogy hogyan és milyen szerepe van az Attack Chopperben a lövésznek abban, hogy életben maradjon az a helikopter. Na, köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!